Hello zusammen! Nem ment át a műszaki vizsgán a lupó. Képzétek el, eljött az idő, hogy amióta hozzám került a lupcsi, el kell vinni a következő műszaki vizsgára, amit kint tűvnek hívnak, tehát tűv prüfungot kell csinálni a lupon. Ez ugyanaz, mint a műszaki vizsga Magyarországon, teljesen ugyanaz, csak itt tűvnek hívják. Ne kérdezzétek, hogy mi a rövidítése, vagy minek a rövidítése, fogalmam nincsen, hülyeséget nem akarok mondani. Majd a tapasztaltabb, rutinosabb nézők azok úgy is le fogják írni, akik kinélnek, hogy a tűv az minek a rövidítése. Ha bármit mondjuk meg tudom nézni google -ön. Persze a google minden fenn van. Technische Überwachungsverein. Tűv. Ez jelenti. Annak a rövidítése a tűv. Ugyanaz, mint nálunk Magyarországon a műszaki vizsga, teljesen ugyanaz, értitek? Egy az egybe. Viszont itt, Németországban, ami egy nagyon jó dolog, hogy bármi, ami extra dolgot beépítesz az autóba, és van hozzá e, gútáktened, vagy papírod, így könnyebb megérteni, amivel igazolod, hogy ezt az alkatrészt te hivatalosan beépíteted az autóba, és ez tűv által át lett vizsgálva, tehát nem egy összekókányolt, sufni tuningba, összeheggeztet, bármit raksz az autóba, most bármiről legyen szó, azt te be tudod iratni a forgalmitba hivatalosan. Tehát legyen itt szó ültetőrugószetről, másik alufelniről, spoilerről, teljesen mindegy, bármi, amit be akarsz építeni az autódba, akár turbókit, kit, kompresszor BMW-hez, mocskos drágák, viszont van hozzá papír, gutachten, vagy tile és akkor azzal be tudod iratni. Tehát hivatalosan, ha megállít a rendőr, akkor semmi nem fog történni, megkérdezi, hogy mit tudom én, Gavin de Farver -kis tehát az ültető egy be van jegyezve, mondott, hogy já, ja, adod a -oda papírt, kész. Ez nekem régebben úgy nézett ki, hogy a sima forgalmi mögött volt egy ugyanolyan csíkos, zöld forgalminak kinéző papír, de nem azok az adatok voltak rajta, hanem fő volt ír hogy milyen típusú, ültetőszet, stb. Tehát hivatalosan benne van az autóba. Ennyi a különbség a magyar, meg az itteni tüv között. Most csak így durván mondom, majd az okosabbak leírják, hogy nem így van. A lényeg az, hogy ugye a lupóba bekerült az ültetőrugó szett. Te arra még nem láttátok a videót, még a végét fel kell vennem, hogy milyen lett az autó vele. Sokkal jobb, ezt már most elmondom. Viszont ugye ebben az esetben, hogy már csak egy nap van a tüvből, jó, most mire ti nézitek, ezt a videót, valószínűleg már nem egy nap van, hanem már lejárt, és valószínűleg már kész is van a tűv. A lényeg az, hogy most nem kapott tűvöt. Viszont az én esetemben nem csak sima műszekvizsgáról van szó, hanem arról is, hogy beszeretném iratni ugye az ültető rugó szettet, tehát ne legyen belőle gond. Nem hiszitek el, itt a kamera mögött egy ilyen nagy Mercedes Sprinter, céges kocsi már itt legózik, hogy hova tegye be magát, és már vagy negyedszerre áll ki, mert senki nem képes megvárni, hogy ő bájon a helyére, és már vagy kétszer-három szó kiátsz, szegény, hihetetlen. Tehát a midupon esetében visszatérve a témához nem csak műszaki vizsgára van szükség, hanem beszeretni miratni a sportfutó művet, hogy amikor megállít a rendőr, nehogy gond legyen ebből. Ó, milyen jól hangzott! De viszont ugye Magyarországon ez nem működik, pedig egy nagyon jó biznisz lehetne erre kiépíteni. Erről már több youtuber is felszólalt, elég megbecsült youtuberek is, igen, a Vájpista például. És teljesen igaza van abban, hogy egy hatalmas nagy biznisz lehetne erre építeni, meg rengeteg kiaknázatlan terület van a piacon, emiatt, hogy nem lehet hivatalosan ezeket a módosításokat az autókba bevinni vagy bepapírozni. Annak ellenére, hogy rengeteg módosított autó rohangál az utakon, azok a csúnya módosított autók, ugye? Azt ahhoz képest sokkal több baleset történik nem módosított autókkal, de mindegy, nem akarom bicskát nyitogatni senkinek a zsebébe. Nekem is megvan erről a véleményem, ha gondoljátok, beszéltünk róla. Na most nem ez a lényeg. Foglaltam időpontot a TÜV Züdnél itt Ulmba. Ez egy ilyen nagyon hivatalos TÜV Prüfstelle, tehát TÜV hely, ahol el vinni az autódat. Mondták több, hogy ne vigyem oda, mert nagyon szőrszál hasogatóak lesznek. Oké. Okay. Foglaltam időpontot, semmi gond nincsen. Az autó mindenki van cserével, láttátok a videókat. Az ültető még nem, de minden. A hátsó fékcsövektől kezdve, tehát minden, mindenki van cseréve az autón. Oda megyek, háromra volt időpont, hál' Istennek hamarabb mentem, 2 óra 30 5-6 körülre értem oda, mondom, hogy jöttem az időpontra 3 órára, van hogy egy autóval szesznyögnek négyen, mondom, akkor bele lehet állni a gépparka, és akkor meg lehet kezdeni az ellenőrzést, meg ugye eltelenőrizni az ültetőrugó, vagy a sportfutóműnek a beépítését, hogy megfelelően történt, és akkor ugye meg lehet csinálni a papírozást, hogy az is kész legyen. És mondják, hogy hú, hát az a helyzet, hogy nincs bent a kollega, aki az egyedi alkatrészek beépítését ugye ellenőrzi, mint például ez a sportfutómű, leghamarabb jövő hét szerdára tud időpontot adni. Hát mondom, ez király. De mondom, akkor minek van az időpont? Érted, amit online foglalsz, és akkor mondta, hogy hát igen, az online rendszerre van egy kis probléma, mondjuk az is igaz, hogy a ami ki van rakva, na mindegy, jövő hét szerda. Mondom, de jó, hogy fogok ki bejárni dolgozni. Hogy lesz ez akármi, vagy elmenni bevásárolni, vagy terembe, tök mindegy, bárhova, ugye műszaki nélkül. Oké, okay, elindulok innen a, onnan a műszaki vizsgálomásról, erre szembe jön velem egy másik, ahol látom, hogy ilyen török testvérek dolgoznak. Egyik sötétebb volt, mint a másik. Na, mondom, ez az én helyem, de az nem TÜV volt, hanem GTÜ. Hogy pontosan mi a különbség közte, nem tudom. Lényeg az, hogy ott is megcsinálják a műszaki vizsgát. Fölívom őket, utca alapján kikerestem, mondtam, hogy szeretnék egy műszakit az autóra, meg egy ültető, vagy sportfutó mű. ültető ültetőszetnek fogom mondani, mert ez van a számon. Ültetőszetnek a, a beírását szeretném. Van egy időpont? Ó, menjek vissza, megoldjuk. Na, mondom, ez a beszéd. Se időpont, semmi, de voltak ott más ügyfelek is. Visszakanyarok. Vártam egy 15-20 percet, mondtam, hogy kijöttek, szóltak, hogy hát az eltart egy ideig, még, a, még azt a pár autót lepörgetik, addig igyak egy kávét, van ott tüdítő, cukor, ilyesmi. Na, mondom, tök jó, mondom, ezt így kell. Elkérték a kulcsot, beállnak az autóval, láttam, hogy nézegetik az autót, bejön a kollega, hogy van egy pár hiányosság az autón, és emiatt nem fog tüvöt kapni. És ugye kiderült, hogy az autó reimport, tehát egyszer már elhagyta az országot, aztán valahogy visszakerült. Emiatt nem is nem lehet ezt a gyors, könnyített, egyszerű ültetőszett beírást elvégezni. De az autón amúgy is vannak hiányosságok, emiatt nem kaphat műszaki vizsgát. Hát mondom, milyen hiányosság lehet az autó, hát már most mit cseréljek ki a a karosszériát, vagy mit? Értitek. Mutatom, az egyik fő problémája a műszaki vizsgálomáson dolgozó kollégának az ez volt. Ez. Nem tudom, mennyire látjátok, a rutinosabbak felismerik, akik annyira autóban nincsenek otthon. Ez az indexnek az izzója. És ugye. Látszik gyönyörű szépen, hogy erről lekopott a festék, valószínűleg, ha nem is a gyári, de nagyon-nagyon régen volt már cseréve, működik teljesen, semmi gond nincsen vele, működik, viszont a kollega fölhívta a figyelmemet rá, hogy az a probléma vele, hogy nem teljesen sárgán villog az index, és emiatt ugye nem felel meg. Na mondom, megint jó helyre hoztam a kocsit, mert kitérek erre, hogy miért zavart ez a dolog, hogy nem, hogy, e, hogy ezt... Mondták ilyen problémának, amiért nem megy át a, a műszaki vizsgán. Pedig olyan helynek nézett ki, ahol egy kicsit mit tudom én. Ezt annyira nem veszik olyan szigorúan. Értitek? hívott, mondta, hogy nézzem meg mind a kettőt. Bekapcsolta, hogy sárgás, de nem teljesen, mert látszik, hogy le van kopva róla ez a festék, vagy leperget róla. Ez a színezék, ez nem jó. Oké, mondom, mi a másik probléma, vagy mondom, mi a gond még? Másik probléma, mindjárt mutatom nektek, az ez rutinosabbak, erre is megmondják, hogy mi ez. Hátsó rendszám tábra virágítás. Méghozzá baloldali nem működött. Mondták, hogy ez is egy nagy probléma, úgyhogy ezt ki kell cserélni. Oké, okay, egyébként most nem tudom, hogy az a baj, hogy ez, ugye megint az Osmo veszem föl. Nem tudom, mennyire látszik, hogy nincsen elszakadva benne a szár. Mikor szétszedtem most az előbb, mondom, basszus. Mondom, akkor mi lehet a gond? Mondom, csak nem kábelszakadás, vagy bármi. Már gondoltam mindenre, mondom, azért próbából, mivel volt nálam másik, beleraktam, és hál' Istennek működik, kicseréltem, megoldódott a probléma. Persze, mutatom, vettem itt az ATU-nál kettő ilyen indexbe való izzót, nem akarok kérséget, 6 euró, 7 euró, valami ilyesmi volt az ára, kicseréltem. Következő, ez a kettő izzó, ez hatalmas nagy probléma volt, Oké, aláírom a rendszámtábla a világítás, az megint olyan, hogy látszódni kell a rendszámodnak, hogy a közúti forgalomban részt vés, hogy az autót be lehessen azonosítani, bla bla bla. Oké. Az indexnél azt, hogy most egy kicsit lepörgött róla, vagy lepergett ez a sárga festék, és nem jól működik, vagy hát ő szerintük nem elég sárga. Oké, de szerintem ez olyan egy ördöngős, borzasztó nagy probléma egyébként, szerintem, de jött a következő, úgymond arconvágás, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Mutatja ugye, hogy a, a sérülés az autónak, ugye a bal oldaláról beszélünk, azt mindig úgy nézzük, hogy ahogy az autóban ülsz, tehát a bal oldal a vezető oldalon, ha szembászol a jobb oldalon, ugye kapott egy ütést, amit én az egyik videóban nagyon akurátosan, gyönyörű szépen kiavítottam, amennyire bírtam, és ugye a bal oldali fényszóró, az nem mondjuk nem így állt, mert a lupóba egy kicsit kifele dől, hanem szinte függőlegesen. És mondta a kolléga, hogy nagyon nagy gond, mert akár, hogy a csavarokat, nagyon a földre világít, ki kéne cserélni a, a, fényszórókat. Mondom, most ezért vegyek, nem tudom, hány száz eurói fényszórót, vagy most valami bontóba rohanja e szerezni valahonnan ugye, fényszórót, mondom, jó van, majd szétszedem, beállítatom. Szétszedtem, gyors kikaptam, van egy ilyen állító csavar a fényszórónak az alján, azt teljesen kitekertem, visszaraktam, és most teljesen jó áll a fényszóró, ez is meg van oldva. Aztán mondja nekem, hogy van még egy gond. Mondom, micsoda. Az a probléma, hogy az ablak törlő lapát, az azért van a kezemben, mert már a zsírú ott fityeg a helyén, az ablak törlő lapát túlságosan öreg, és emiatt nem tudja megadni a tüvöt. Mondom, akkor most attól, hogy jól töröl, attól függetlenül le kell cserélni? Igen, mert egy túlságosan öreg a lapát, mind a kettő, és ezt is felírta a papírra, nem mutatom meg a papírt, nem, hogy véletlenül a cím rajta legyen, vagy bármi, nem akarom őket se bajba keverni, vagy rossz, hogy mondják ezt, becsületsértést elkövetni, ezt nem is azért csinálom, hogy őket lejárassam, vagy hogy most úristen, ők ő, kiszúrtak velem, nem erről van szó. Fogtam, elmentem az ATU-ba, megvettem az izzókat, hál' Istennek hátsó rendszámtábla világítás volt nálam, kicseréltem, a lámpát beállítottam, megkaptam vadonású ablaktörlőket, amik ezek is tör jól töröltek, de azért egy, egy vadonatúj ablaktörlő lapát azért sokkal jobban működik. Meg ugye ezek a lapátok meg ki tudja hány éve rajta vannak az autón, rengeteg kosz összeszedtek, hiába takarítottam meg, azért nem olyan, mint egy új, össze tudják karcolni az ablakot, a szélvédőt, azért jó, hogyha ki van cseréve. És akkor mondja, hogy na van még egy gond. Hát mondom, bazdek, hát mondom, mi lehet még? Hát ha abba az állapotban elvittem volna, ahogy megvettem, tudom, hogy igazatok van, Máté, akkor is mondtátok, hogy rég be kellett volna zúzatni, akkor biztos, hogy semmit nem kapott volna, vagy azt mondták volna, hogy mindent is cseréljek ki a karosszériával együtt, tehát vigyek oda egy másik lupót. Azt mondja, hogy alulról áttekintették az autót, hogy veszíti az olajat. Mondom, hol? Hát ott fölül valahol a motorblok hátuljánál folyik belőle az olaj. Mondom, én nem vettem észre, mert akárhol állok, nincsen olajfolt. Mondom, biztos, csak így elejt csöppel egy picit, vagy valami. Azt mondják, hogy ez probléma. Nem mondom, akkor ezt most meg kell javítatni, vagy mondom, hogy meg mind. Azt mondja, nem, hát igazából, aki ezt fölírják a papírra, és akkor gyorsan majd mossam le a motort, mielőtt megyek és akkor igazából így el van intézve ezzel a dolog, hogy le van mosva, és akkor ott per pillanat nem olajos. Na mindegy, úgyhogy miután az a bevásároltam, szembe volt vele egy autómosó, ami igazából elég magas nyomáson lehet mosni, mert ugye sok autómosóban a mosóláncsában nincsen akkor erő. Lemostam a motort, minden. Most kicseréltem az izzókat, és a fészorót is beállítottam. Most kitérve arra, hogy ez, ez, miért zavar ez a dolog, ami történt, ezt csak így elmondtam nektek, hogy világos legyen a kép. Igazatok van, fölhívnám azoknak a... Nem akarok senkit megbántani, de azért sajnos vannak tényleg olyan nézők, akik agyilag, nem tudom, azon élvezkednek, hogy belekötnek az emberbe, meg kár, kárőrvendők, meg stb. Fölhívnám ezeknek az embereknek a figyelmét, hogy igazuk van. Vagy te pont egy ilyen vagy igazad van. Ezeket ki kell cserélni. Igaza volt a műszaki vizsgabázison a vizsgáztatónak, hogy ezeket ki kell cserélni. Nem ezen van a hangsúly, kihangsúlyozom. Mielőtt valaki azt gondolná, vagy azt kéne, hogy írja, attéfigyelte hát te, te íratod, mert a tökébe pörget az algoritmus, hogy mi megmondtuk, hogy ez egy rakás szar, ezzel nem kéne írni, mit gondoltál, mit vártál. Nyugodtam. Ez a jó, hogy az összes troll odaírja, mert akkor legalább pörög tényleg a, a videó. Nem ezen van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly hogy láttátok, hogy tényleg az autón minden is ki van minden dokumentálva van, aki követi tényleg a csatornát, úgymond kicsit komolyabban, mondjuk a Lupo életét, az tudja, hogy ahhoz képest, hogy megvettem, tényleg mindent kicseréltünk rajta. Végül is át is vehetjük. Ugye ki van cserélve a vezérlés, a feszítő görgők, a vízpumpa, az összes talpas gömbfej, a lengőkarok, a kormány összekötő, a bal féltengelyen ugye a gumimandzsettákat kicseréltük, a hátsó hídon ugye ki vannak cserélve, a fékcsövek teljesen újra lehajtogatva, a fékek elől új féktárcsa, fékbetét, hátul is ugye újak a fékek, hál' Istennek azt láttatok a videón, nem kellett cserélni, de igazából ugyanolyan vastag volt, mint az új, amit vettem. Úgyhogy szerintem mondhatjuk rá, hogy új. Olaj, összes szűrő, hűtővíz, fékfolyadék, most ugye megkapta az ültetőszettet, tehát új Rugóstag, rugó, gyújtótrafó, gyertyák, termosztát, termosztátházzal, tömítéssel. Most nem jött eszembe pontosan minden, amiket kicseréltünk. Rengeteg minden ki az autón. Tényleg, le van dokumentálva. Tehát műszakilag szerintem nagyon jó állapotban van. Ahhoz képest végképp, ahogy vettem. Ja igen, stabilizátor, minden négy szilent magát a, stabilizátor végén lévő, ezek nem kutyacsontok, de szilente gumistó, minden estő is kilettek cserélve. Tehát sok mindenre oda lett figyelve, hogy az autó az tényleg jó és megbízható hogy műszaki állapotba kerüljön. Ami beigazatok van, még írtatok nekem páran, ezzel kapcsolatban is, hogy nem ártan az autóra egy ízléses felni, mert az még nagyon földobná, meg így, hogy most le lett rakva elől ugye 6 centivel lentebb van, hátul 4 centivel, nem az látszik rajta, hogy lejjebb lett ültetve, hogy lejjebb van ugye a hasmagassága, de annyira nem borzasztóan feltűnő, hogy le van ültetve, egy, mert most 13-as vagy 14-es kerekek vannak rajta. Nem tudom pontosan most, a lényeg az, hogy kellene rá egy nagyon mondjuk 15-ös felni, szép gumikkal, 15-ös felni mondjuk, rávaló gumikkal, és akkor gyönyörű szépen nézne ki egyébként folyamatban van, mert találtam is egy nagyon jó felniszettet, csak el kéne menni érted, de először most ezt ugye meg kell oldani. De szerintem az autó tényleg így átgondolva, főleg, hogy ki van takarítva, teljesen baktériummentesítve, ózongenerátor, nem ionizátor rosszuk, hanem ózongenerátorral, kifertőtlenítettük a belsét, kigőzöltük, primatekes termékekkel, tényleg patyulat szépen, ki van takarítva, ülés, minden, le van mosva. Szerintem mondhatjuk, hogy Eléggé rendben lett hozva az autó, tudom, hogy kell még ugye a lökhárító, meg egy-két dolog a külsején, meg a peregról a festék, de szerintem elég jó állapotban van az autó ahhoz képest. Nem kapott műszakit, oké, okay. de körbenézek az utakon, és nem kell messzire menni, itt az autópályán is. Olyan autókon van műszaki, hogy az valami borzasztos, nem értem, hogy oké, okay. kihangsúlyozom még egyszer, Azoknak, akiknek a felfogása lassú, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, ezt nem akarok senkit megbántani, mielőtt engem is följelentenek, mint az MHV vlogtom, mint becsület sértésé. Tudom, hogy nem azért jelentették föl, csak mondom. De tényleg olyan lehetetlen állapotban lévő autók kapnak műszakit, és rohangálnak műszakival, akár még friss műszakival is, ami olyan állapotban vannak, amik olyan állapotban vannak, mint a lupó volt, amikor megvettem. Arról nem beszél, hogy úgy szét vannak rohadva, hogy be tudsz nyolni a sárvédőn keresztül lökhárító mögé, a küszöbb le van szakadva, a hátsó ajtó lifek, tényleg ilyen borzasztóan rossz műszaki állapotban vannak az autók, és simán kapnak műszakit, nem tudom, hogy hogyan, meg mint, ezért egy kicsit zavart az, hogy most belekötnek egy ilyenbe, hogy oké, okay, levan le van peregve a festék, az izzóról, és ez, ez nem megfelelő. Elmondom még egyszer, hogy igaza volt a vizsgabiztosnak, hogy emiatt nem adott műszakit, én csak a miértem vagyok. Vagy azon vagyok felakadva, hogy más tényleg olyan lehetetlen állapotban lévő autókon van műszaki, ami a lupónál tényleg ötször rosszabb műszaki állapotban van. Tehát mindegy, ezt is meg kellett élni, ezt egy akartam nektek mesélni, ugye izzókat kicseréltem, lámpát beállítottam, vadonatúj, gyönyörű szép ablaktörlő lapátok vannak rajta, most elköltöttem egy 30 eurót. Az ATU-ba a lámpabállítás hál' Istennek az ingyen volt, a cserék meg ezek azok mind, megy ugye magam csináltam az előbb, holnap megyek vissza a műszekiről és akkor reméljük a legjobbakat, hogy most már nem fognak semmi velekötni, meg ugye az alját lemostam a motorbroknak, amennyire aláfértem ugye most, félek, hogy le van ültetve. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, ezt csak így ki akartam adni magamból, mert egy kicsit, ha is mondjam, kellemetlenül érintett ez a dolog. Úgyhogy, ha van véleményetek, ezt nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba. Nagyon megköszönöm, ezzel egyértelműen pörgetitek az algoritmust. A YouTube úgy fogja érzékelni, hogy a videó fontos, vagy nagyon jó, mert ugye interakciót váltott ki belőletek, úgyhogy köszönöm, hogyha írtok a véleményetekre, is kíváncsi vagyok, nagyon szépen köszönöm. Azt is köszönöm, hogy nézitek a videókat, mert nélkületek ez az egész nem működne. Úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Hamarosan jövök a következő videóval. Úgyhogy tudjátok, hogy mi következik. Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttet, délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!